Sziasztok, itt Zoli. Mai túránk egy rövidke kis túra lesz. Igazából felkészülés szolgálja a túrákra, meg hát elég olyan az időjárás, hogy idén, most még idén nem tudtunk túrázni, szabadidő is nagyon volt, és egy rövid 3 km-es túrát teszünk itt a Látévi erdőben. Ez a Dunavási és Rácsomási időövezet és a Rácsomási kis Duna közötti erdő. Akkor kelljünk utazni, utána mindenki. Szóval itt vagyunk az Ártéri erdőben. Rögtön ismerős részhez értünk. Aki látta már korábbi videóimat, azt tudja, hogy itt voltunk a múltkor itt szemben. Itt a Dunavási szigetvilág. Szép részei, hát elég sokan vannak most erre túrázók is. Szemben is jönnek. Szóval ott van valahol bent a második sziget, amit múltkor végigjártunk. És itt a Duna oltágai be vannak fagyva. Elég szépek. És ott van bent a második sziget vége. Folytassuk tovább az utat. És egy jól ismert részhez érkeztünk. Ugye egy csodálatos természeti környezet, ami már ismerős előző videóimból. Csak hát éppen túlparton jártunk. Nézzünk szét akkor itt. Ugye itt az a bizonyos második sziget, amit jó múltkor bejártunk. És ott balra pedig a Rácsomási nagy sziget van, amelynek a déli részét fedeztük fel a múltkor. És ott az öböl. A múltkor még száraz lábbal költünk át. Hát most látható, hogy van víz bőven most már benne. És itt pedig a Duna ágai. Ott szembe, ott messzeségbe, hát nem olyan messze, a Rácsomási sziget legdéli pontja. Megpróbálok rá közelíteni, ott. És ott kint az már a nagy Duna. Ott jártunk a túloldalon. Nagyon szép így most, hogy elég sok víz van itt. A múltkorában majdnem ki volt száradva itt a környék. Teljesen. Most volt egy erős oldás, nem olyan rég. Most bőven van víz a medrekbe. Gyönyörű. Itt vagyunk a Ártéri erdőben. Ez már itt a Rácsomási kis Duna ág. Látható, hogy most a sztambőben van most már víz. Most nagyon merek lejjebb menni. Most belecsúszszak. Ott szemben a Rácsomási sziget és az a beugró kis öbből. Ott ugye annak a széléről ott múltkor száraz lábbal kimentem. Most nem fogunk. Nagyon szép hely. Ilyenkor télen, a már közepén is. Itt vagyunk az Ártériben, Ártéri erdőben, a Duna partján. Itt ez a Rácsomási kis Duna ág, hát gyönyörű. Nézzétek. Szemben a Rácsomási nagy sziget. Ott túráztunk a múltkor. Gyönyörű környezet. Most aztán van víz dögivel Dunában. Most tényleg van. Csak is Dunák. Menjünk tovább. Tehát mi megyünk itt az Ártéri erdőben. Néhány szót mondanék erről a helyről. Ez Dunaújváros és Rácsomás között. Itt a között található erdő. Itt Dunaújváros és Rácsomás között van egy ilyen üdülő, soha nevezetű hely.
ez mellett van az erdő, amelyik kinyúlik az üdvősortól idáig a kis Dunáig. És nagyon jó járatok és esvények vannak benne. Nincsenek jelzett turista utak, viszont eltévedni én azt hiszem nem lehet, mert azért nem olyan nagy az erdő, hogy eltévedjünk benne. Egyszerűen csak követni kell az utat. És gyönyörű természeti környezetben vagyunk. Most hát tévedni emberi dolog, mert előbb azt mondtam, hogy nincsenek jelzett turista utak. Erre mit látunk? Nézzük csak meg közelebbre. Hát egy turista jel. De igazából csak ezt az egyet látjuk, úgyhogy tehát akkor ezek szerint meg is vannak itt jelzett turista utak. Ott a másik. De hát ezek nem valami friss jelzésnek tűnnek. Gondolom én, hogy akkor ez egy jelzett út lehetett valahogy. Na most igazából azért ettől függetlenül nem tudok róla, hogy ez mégis az lenne. De hát ettől függetlenül, mint mondtam, csak követni kell az utat, nem lehet eltévedni. Gyerünk tovább. Fogom a tuzsálem. És ott le lehet menni a kis Dunához, hát akkor menjünk le. Magányos csónak. És itt pedig a rász a másik is, gyönyörű. Na, lényegében eddig tartott a túránk, ebben a kis átéri erdőben. Itt az út már kivisz az üdülősorra, a rász a másik vízműhöz. Fogadunk ki, és indulunk vissza. Az egész nem volt több, szerintem 2 kilométernél végül is. Maga az erdő meg körülbelül 100-150 méter széles. Arra még tart valameddig, de út már nem vezet arra a részre. Hát gyönyörű. Tehát egy ilyen kis vasárnap délután túrának, sétának megteszi, én azt gondolom. Mindenkinek. Hát tartsatok velem a jövőben is. Lesz még túra bőven. Sziasztok! A képeket nézzétek meg! Mi van, édes fiam? Kérdem, van a jogosítványom. Kajakra? Nem autóra. Oh!